És nagy szeretettel köszöntjük itt most az asztaltársaságunkban Madocsai Bea, a újságírót. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Szervusz, jó reggelt! Szentlélek szerepe a mindennapokban. Tegnap volt pünköst, a Szentlélek eljövetele, ma meg pünköst hétfő van. Neked hogyan befolyásolja a mindennapjaidat a Szentlélek? Vagy a munkádban, mint újságíró, hogyan segít neked minden nap? Tudok konkrétumokat is mondani, de általánosságban én azt hiszem, hogy azóta, hogy személyesen felfedeztem magamnak a Szent Lelket, azóta tényleg minden más lett. Én ugye jó keresztény nevelést kaptam, és közösségbe is jártam, ahol tényleg megtanítottak minket személyesen is imádkozni, de amikor igazán megszólalt nekem a Biblia, vagy igazán úgy éreztem, hogy na most engem ennyire végtelenül szeret az Isten, az akkor történt, amikor találkoztam a karizmatikus megújulással. Úgyhogy attól kezdve tudtam azt, hogy számíthatok a Szentlélekre, és hogy jobb nem nélküle csinálni a dolgokat. Úgyhogy azóta most minden reggelt azért igyekszem úgy kezdeni, hogy legalább egy fohásszal, hogy Szentlélek, Isten segíts. És ugye kérdezted a munkámat, hát az egyszerűen csodálatos, hogy azóta, hogy rábíztam a dolgokat a Szentlélekre, azóta tényleg az ölembe potyannak dolgok. Az pedig úgy történt, elmesélhetem, hogy úgy történt, hogy egyszer egymásért imádkoztunk, amikor a karizmatikus megújulás szolgáló bizottsága együtt tartott lelki gyakorlatot, és egymásért imádkoztunk, és mindenki elmondhatta, hogy mi az, ami a leginkább aggasztja, nyomasztja, legfájóbb, valahogy nem igazán jól mennek a dolgok, és azért imádkoznak. És akkor én azt mondtam, hogy számomra nagyon nehéz az, hogy tudom, hogy jó, a tegnapi műsor az már lement, jó van, a mai műsor, azt tudom, azt már bekészítettem, holnapra még tudom, hogy na de holnap után is lesz műsor, azután jövő héten is, egy hónap múlva is egy, és hogy lesz az, hogy tényleg akkor tudok olyat embereket megtalálni, olyan témákat, hogy lesz ez de az egész? Én ugyanígy vagyok ezzel, én abszolút ismerem ezt. Van olyan, hogy Attila mindig megkérdezi a délelőttök végén, hogy ki lesz holnap a vendéged, és olyankor mindig kell valamit mondani a nézőknek, hát nekem van egy vázlatom, vannak kérdőjelek még a műsorba, én elmondok valamit, de hát Attila is látja, hogy az napról napra azért változhat, igen, lemondások történnek. A riportalanynak mégsem jó, vagy aztán mégis elcsúszik valami, és ez nyomasztó. Ettől én szorongok. És akkor mondtam ezt a testvéreknek, és ott volt konkrétan Gorovel Laci, őt sokan ismerik, mert ő volt akkor a karizmatikus megújulás szolgálóbizottságának az elnöke, és azt imádkozta, de nagyon egyszerűen ez a közbenjáró ima, ez nagyon egyszerű dolog, hát ez mindenki megteheti, sőt jó is, ha megteszi, hogy egymásért imádkoznak. Ő akkor azt mondta, hogy add Uram, hogy beállnak úgy az ölébe pottyanjanak a dolgok, hogy elé jöjjenek. És azóta ezt napról napra érzem, hogy amikor már majdnem kétségbe esem, akkor azt mondom, hogy jaj Uram, de hát te segítesz. És tényleg, elmondom a legutóbbi ilyen esetet, akkor reggeli misén, ezért jó reggel misére menni, ellentétben azzal, amit Fábri Kornél atya volt, hogy ő szerinte a nap végéig kell feltenni a misével a koronát a napra. Én azt mondom, hogy el se kezdődjön az a nap, amelyik nem a szent misével kezdődik. Ez az megfelelő indítást ad a löketet jó, de ezzel majd vitatkozunk egy darabig a Kornél atyával. De a lényeg az, hogy aznap reggel tudtam, hogy szoktunk a Kossuthos műsorba kedden és csütörtökön a vasárnapi szentmiséről olvasmányt meg evangéliumot meg kéne, hogy egy pap olvassa föl, és fűzön hozzá néhány gondolatot. És nem mindig könnyű ilyen atyákat megszólítani, vagy hát elérni, és miután az, aki lett volna, lemondta mégsem, hát ki az, aki, de hol találok én papot egyik napról a másikra, ki ráér? És éppen akkor szólalt meg a telefonom, már a mise után, és Nyéki Kálmán atya, aki az Emmanuel közösség papja, egy közösségben vagyunk, mondom neki, hogy hát hogy vagy, más ügyben telefonál, de a lényeg az, hogy mondom, hallom, hogy autóban vagy, csak nem Budapest felé, mert ő Kaposváron szolgál. De igen, éppen Budapestre jön. Ha mondom, hát akkor ezért jössz föl Budapestre, ugye? És hogy nem ezért, de ma reggel azt mondja, én magam is kérdeztem magamtól, hogy miért tettem be a táskámba az adorémuszt. Tehát a Szentlélek úgy intézte, hogy neki a szöveg meg legyen, én nekem a kapcsolat, úgyhogy érdemes számítani a Szentlélekre. Most is láthatjuk, hogy nagyon szép idő van, ahogy említetted is tegnap, ilyen
vihar közelget. Engem az érdekelne, itt megfogalmazódott bennem, amikor elkezdtél beszélni, és szerintem nagyon is fontos, hogy ezt kihangsúlyozzuk, illetve hangsúlyozzuk, hogy mikor történt ez veled, hogy úgy érezted, hogy nagyon fontos, mert hogy ez bármikor megtörténhet. Ez bármikor megtörténhet. Nekem a magyarországi katolikus karizmatikus megújulás elején. Mert akkor volt Zselecki Fábián atya Szeged mellett árpén plébános, és ő volt az egyik nagy öregje a karizmatikus megújulásnak. Úgyhogy ez olyan 35 éve, vagy ilyesmi. Tehát az nagyon az elején volt. Igen, fiatalkorban is, de időskorban is megtörténhet. Tehát bármikor lehet számítani arra, hogy megérint bennünket a Szentlélek, csak bármikor, jutott. És mi azt hiszük, hogy ez inkább a fiatalokra Igen. jellemző, ez a hív, ez a lendület, és nem. Én azt tapasztalom, hogy olyan idős asszonyok, férfiak újulnak meg teljesen a Szentlélekben, és annyira nyitottak rá, ott áll mögöttük az egész imádságos élet. Csak talán pont az hiányzott, hogy valaki azt mondja neki, hogy bátran szólíts meg a Szent Lelket, hívjad, és ott van. De hogyan lehet ezt észrevenni, vagy hogyan lehet, amit Niki is itt kérdezett, hogy ez hol jön el az a pillanat, amikor te tudod, hogy itt a Szentlélek segít neked a mindennapokban? Hogyan lehet ezt megkülönböztetni, vagy észrevenni? Én azt tapasztaltam, hogy kétféle módja van, de ugyanolyan, mint a szerelem. Tehát van, aki úgy esik szerelembe, hogy egyre többször találkozik valakivel, beszélgetnek, és egyre elmélyül az a kapcsolat, és akkor egyszer csak, mikor is kezdődött, nem tudom, de már én olyan szerelmes vagyok. Másoknak pedig derült égből a villámcsapás, meglátja és lángra lobban. És ezt tapasztalom a Szentlélekkel is, hogy vannak olyanok, akik régóta járnak az Istennel, régóta imádkoznak, és egyszer csak megfogalmazódik bennük, hogy hát egy ideje már olyan más minden, és ott van a Szentlélek. És van, akinek egyetlen ima hatására úgy kinyílik a világ. Végül is a megtérés az olyan, amikor új felismerésre jutunk. Hát nem azoknak van ez a, nem olyan megtérésekről beszélünk, hogy addig, nem tudom én, elkalandozott, nem is ismerte Istent, és persze még olyan is van. És ha már karizmák ünnepe, akkor azt mondjuk el, hogy te is tagja vagy egy karizmatikus közösségnek, ez pedig az Emmanuel közösség, akik ugye egyedül maradt szülőknek nyújtotok segítséget. Is, mert az Emmanuel közösség az egy nagy nemzetközi közösség, aminek sokféle szolgálata van. Külföldön, ahol többen vannak már a testvérek, ott hajléktalanokkal foglalkoznak, drogosokkal, fiatalokkal, nagy lendülettel. Nálunk, ami nagyon jól menő szolgálat, úgy értem, hogy nagyon sokakat vonz, és az egyházban nagy szükség van rá, az egyrészt a fiatalok missziója, másrészt igen, az egyedülálló szülők segítése, talpraállítása, és kapcsolatba hozása a Szentlélekkel, mert az ő életük is egészen megváltozik. Én azért ebbe egy picit belemennék, mert hogy a katolikus egyházban azért a válás az egy tabu téma volt nagyon sokáig. Nem tudom, hogy ez most még mindig az, hogyan lehet esetleg, és akkor itt kötöm át oda, hogy hogyan lehet azoknak segíteni, akik elváltak. Én úgy gondolom, hogy olyan formában már nem tabu téma, hogy szabad róla beszélni lehet. Az már egy kicsit kellemetlenebb, hogy sajnos a mi köreinkben is nagyon sok a válás, mert egy is sok, de bizony nem szabadna, vagy nem túl jó példa az, hogy a katolikusok keresztények válnak, de már szabad róla beszélni. Igazából én ott látom az elakadást, hogy a közösségeink nem tudnak mit kezdeni az elváltakkal. Olykor egy-egy atya is úgy gondolja, hogy hát most akkor hogyan tud ő tanácsot adni ebben a nagyon fájdalmas helyzetben. Szerencsére egyre többen tudják azt, hogy hova lehet őket irányítani. Tehát, hogy az Emmanuel közösségnek van ez az AVE kurzusa, ahol tényleg talpra állnak az érintettek, hogy mitől. Szentlélek gyógyító ereje? De most komolyan. Ez, mert mi persze, hogy igyekszünk átadni a tapasztalatainkat, de mégis a nagy gyógyulások akkor történnek, amikor ott vagyunk az Isten előtt a szentségimádásban, amikor egymásért imádkozunk, amikor a Szent Misében találkoznak a valóságosan jelenlévő Jézussal. Aztán az, hogy kis csoportban vannak sorstársak között, az emberileg nagyon jó. Tehát van egy nagyon erős emberi alapja, ami arról szól, hogy fedezzék föl, hogy mennyire értékesek, hogy
hogy nincs elrontott élet, hogy az Isten sosem fordult el tőlük. Aztán kapnak tanácsokat a gyerekneveléshez is, meg ahhoz, hogy hogyan lehet akkor egyedül, de mégis boldogan élni. De igazából a nagy dolgokat azt az Isten viszi végbe a Szentlélek által, én úgy gondolom. Akkor erről velük csak beszélni kell, vagy beszélgetni? Ugye nagyon fontos az, hogy oktatunk, vagy kioktatunk. Hát nagyon nem mindig. Semmiképp sem, de még csak nem is oktatunk. Én úgy gondolom, hogy ott egyszerűen tapasztalat megosztás van, legalábbis amikor én tanúságot teszek, inkább azt mondom arról, hogy én hogyan mentem ezen talán keresztül. Talán az, hogy ez nem vagy egyedül, hogy itt vagyunk, és veled vagyunk, és segítünk. Meg a kis csoportban kimondhatják azokat a fájdalmakat, amiket máshol azért nem, mert úgyse értenék meg, vagy elmondtam már, és akkor elkezdtek kioktatni, ahogy mondod, vagy jó tanácsokat adni, na hát az éppen abban a helyzetben nem kell, vagy elkezdenek moralizálni. Később, amikor már meggyógyultunk, akkor persze, hogy már szembe tudunk nézni azzal is, hogy én mit rontottam el, mit kellett volna másképp, de nem ezzel kell kezdeni, hogy a fejére olvasni a bűnöket, amit elég gyakran megkapnak máshol. Úgyhogy az emberi alap azt hiszem az, hogy nagyon szeretjük őket, nagyon, vagy egymást nagyon szeretik, sorstársak, és tudnak beszélgetni. Ez az alap, és az Isten mindig a természetesre épít. Tehát a természet fölötti mindig a természetesre épít nekünk. Oda kell tennünk a magunkét, és akkor tényleg, de a Szentlélek, én azt hiszem, hogy így sosem mondjuk ki, hogy na most jön a Szentlélek majd és meggyógyít, hanem egyszerűen a Szentlélek megteszi. Akkor, amikor elkezdjük reggelenként dicsőíteni szoktunk. Na ez például nagyon érdekes tapasztalat azoknak, akik ilyen hagyományos templomba járó emberek. Nem lepődnek meg, vagy nem kicsi ilyen távolságtartás van bennük? Szerintem azért a dicsőítés, ugye kitárt karral énekelnek, itt is már halljuk, hogy dobolnak mögöttünk, teljesen modern dolog. Ez nem okoz egy kicsi ilyen... Jó. Távolságtartás az érkezőkben? Igen, a karizmatikusokat úgy képzelik, hogy na, fölemelt kézzel és egy teljes extázisba, ami nagyon jó, de azért mi nem így szoktuk kezdeni. Viszont a saját szavainkkal megszólítjuk az Istent, örömteli imával, dicsőítő imával, ami valóban új. És volt olyan résztvevőnk, aki azt mondta, hogy ő eleve a gitáros misét nem szereti, az ilyen Isten furcsa megszólítását nem szereti, és a harmadik hétvége után azt osztotta meg, hogy ez nagyon sokat jelentett neki. És ugye a fiatalok kapcsán említetted, hogy az Emmanuel közösség velük is foglalkozik. Akár itt a házasságra is fel lehet őket készíteni? Gondolom nagyon fontos a megelőzés, mert azért egy válást azért ugyanúgy, mint egy betegségnél, hogy azért sok minden megelőzhető, igen. Én úgy gondolom, hogy a fiatalok alkalmain nagyon sok minden szóba jön. De talán a mi alkalmainkon leginkább az Istenben való megerősödésük a hangsúlyos. Aztán, hogy ők elmennek-e ilyen külön képzésre, ami a párkapcsolatra készít föl, vagy esetleg a közösségünk is tart ilyeneket, azt lehet, de szerintem a legfontosabb az, hogy az ember önmagában nagyon jól legyen, és az Istennel nagyon jól legyen. És aztán a harmadik, a párkapcsolatban jól lenni, az, ha ezek hiányoznak, akkor nehéz. Köszönjük szépen, közben jelzi Lilla kolléganőnk, hogy érkezik hozzánk a másik vendég is. Köszönjük, Bea, és köszönjük, nagyon szép napot kívánunk neked.